Szóval, Lego Fortnite. A Lego Fortnite szerintem az egyik legjobb játékmód a három közül, ami ugye megjelent a Rocket Racinghez és a Fesztiválhoz képest. Szerintem számomra a legjobb. Aki esetleg véletlen nem tudná, a Lego Fortnite egy örök játékmód, szóval ezt nem fogják törölni valamelyik seasonben vagy bármi ilyesmi, hanem folyamatosan frissíteni fogják. És a leakek alapján legalább annyi frissítést és dolgokat fog kapni, mint a játék Battle Royale része. Úgyhogy ebben a mai videóban, srácok, elhoztam nektek a csakis a Lego Fortnite leakeket. A tegnapi nap folyamán volt egy kisebb frissítés, ezzel a Legót is frissítették, most már több dolgot lehet stackelni egyszerre. Eddig ugye a kőből és a fából 30-at lehetett stackelni, viszont ezt megnövelték a tegnapi nap folyamán 50-re. Ezen kívül már a nyilvesszőkből is 80-at lehet elvinni. A Lego Fortnite megjelenése óta nem ez volt az első ilyen kisebb frissítés, ugyanis 14-én is jött egy ilyen nagyobb kis bugfix vagy egy kis javítás, ugyanis ekkor nerfelték például a Brutot, illetve ekkor jött be az, hogy a csákányok, a fegyverek és ezek a dolgok 30%-kal strapabíróbbak. Úgyhogy srácok, mint mondtam nektek, a Legót ugyanúgy frissítgetik, mint a Battle Royale részt. Most már csak az a kérdés, hogy a jövőben milyen újítások fognak érkezni. Először is jönni fognak az árusok a Lego Fortnite-ba, ennek az animációját láthatjátok a videóban. Egyelőre három árusról lehet tudni, lesz egy farkas, egy róka, illetve egy mosómedve. A wolf, vagyis a farkas építkezéses dolgokat fog árulni, a róka, a fox pedig ételeket, kajákat. Illetve a mosómaci van még, aki elvileg, ha viszünk neki szemetet, akkor szemetet fog érte adni, szóval meg lehet, hogy majd ilyen törött dolgokat, vagy olyan dolgokat, amik nekünk nem kellenek, neki lehet adni. A közeljövőben jönni fognak a Lego ziplinok is, ugye ezek a kötelek, amiken át lehet közlekedni egyik pontból a másikra. Igazából teljesen ugyanúgy fog működni, mint a Battle Royale-ba, de biztos, hogy hasznos lesz, hiszen ha felköltözünk egy hegyre, akkor könnyedén le tudunk ziplinozni. Jönni fognak még katapultok is, ugye arra lesz jó a katapult, hogy távolról kilőjünk valamit, például brutokat, különféle szörnyeket, de azt sem tartanám kizártnak, ha például egyik társunkat ki tudnánk vele lőni. Ugyanez igaz az ágyúra, ugyanis az ágyú is jönni fog, valószínűleg ugyanúgy lehet vele lőni, mint a katapulttal, csak gondolom komolyabb lesz, illetve ugyanúgy ki lehet majd lőni vele magunkat. Szerencsére az újabb állatokból, szörnyekből sem lesz hiány, ugyanis leakeltek egy újabb bogarat, a szarvas bogarat, ami szarvakat fog majd adni, ha ezeket megöljük, így fognak kinézni. Biztosan fontos lesz a szarva, amit adni fog, valamilyen kraftoláshoz kelleni fog. Ami még biztos, hogy rengeteg állatot tervez behozni az Epic Games a Legóba, lesznek Lego malacok, Lego denevér, Lego sas, és még lesznek különféle Lego medvék is. A medvék egyébként különbözőek lesznek, lesz fehér medve gondolom a havas részem, lesz fekete medve az erdős részre, illetve barna medve esetleg a sivatagba. Azt, hogy ezek az állatok mikor fognak érkezni, az is meg lehet, hogy csak majd Season 2-ben. A Lego Fortnite Twitter oldala egy kicsikét bakizott, ugyanis olyan dolgot, olyan videót rakott ki véletlen, ami még jelenleg nem is lehetséges. Ugyanis kirakott egy megépíthető ágyat, amit lehet irányítani rakétával és egy kormánnyal. De ugye, mint tudjuk, ilyen kormány egyelőre még nincs a játékban, de úgy látszik, hogy nagyon hamar jönni fog, hiszen ha már ez a kis reklámvideó készen van, akkor igazából lehet, hogy már januárban megjelenik. Rengeteg ételt is szeretnének behozni még a Lego Fortnite-ba, ilyen például a sötét alma juice, a tök pite, meg hasonló dolgok. Olyanokra lesznek jók ezek az új gyümölcsök, mint például, hogy többet tudunk sebezni tőle, illetve nagyobbat tudunk majd ugrani. Szinte az összes gyümölcsöt és zöldséget be akarják hozni, lesz itt lemon lime juice, lesz itt répa juice, lesz itt kaktusz gyümölcs, meg kókuszdió, megy, tojásos szendvics, nagyon-nagyon sok minden jönni fog, úgyhogy ezekre lehet felkészülni. Iránytű tárgy is érkezni fog majd hamarosan, ugyanis iránytűvel kapcsolatos dolgokat leakeltek, lesz sima iránytű, ami elvileg tárgyakra fog mutatni, illetve lesz elátkozott iránytű is. Azt, hogy az elátkozott iránytű pontosan mire mutat, azt nem szeretném megtudni.
És ami a legnagyobb duranás lesz, az a LEGO Ninjago Club, amiről pár információt megtudtunk. Lesznek természetesen LEGO Ninjago skinek, nem tudom, hogy meg lehet-e majd őket úgy venni, hogy Battle Royale-ban is lehessen őket használni, vagy az is lehet, hogy csak LEGO-féle változat lesz. A LEGO Ninjago Club-ba jönni fognak új tárgyak, fegyverek, itemek, épületek, illetve lesznek új ellenségek és még bossok is. Én soha nem néztem a LEGO Ninjagót, de valamiféle Vex tábornok is érkezni fog. Gondolom ez valamiféle gonosz lesz. Vexnek lesznek különféle jeges íjászai és kardmesterei. Ennek a hangját ki is líkelték. Mivel már a fájlokban vannak LEGO Ninjago hangok, így valószínűleg eléggé nagy rá az esély, hogy még ebben a seasonben ez a collab jöjjön. Hát srácok, mára ennyi leaket tudtam hozni a LEGO-ból, remélem, hogy tetszett a mai videó, ha tetszett, akkor dobtok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, írjátok le kommentben, hogy ti a felsorolt leakek közül mit vártok a legjobban. Következőleg ugye januárban lesz a ilyen nagy frissítés, és szerintem abban majd nagyon sok új LEGO dolog fog jönni, kíváncsi leszek rá, mik fognak érkezni. Ugye az item shopba ne felejtsétek el beírni a legjobb creator kódot, a Ghost for Rider-t, köszönöm szépen, ha támogattok. Én viszont mára mentem, én Ghost for Rider voltam, sziasztok!